Idén is meghirdette rajzpályázatát az Albafehérvár kosárlabda és kézilabda csapata, amelyet évek óta a Patika Plusz gyógyszertárakkal karöltve szerveznek meg. A pályázat célja azon túl, hogy a gyerekek megmutathassák kreativitásukat, az egészséges életre való nevelés. A műveket én, mint albás kézilabdázó, egészségesen élek, valamint kedvenc kosárlabdázómmal témakörben várták. Az alkotásokat a két sportegylet játékosai értékelték. Nagy lelkesedéssel indul minden évben a rajzpályázatunk, és nagyon örülünk neki, mivel az idén érkezett a legtöbb rajz, 120 rajzot számlálhattunk meg. Játékosainknak nem volt könnyű dolga, országos szintűre nőtte ki magát a rajzpályázatunk, Budapestről, Balmazújvárosról, Ajkáról, nagyon sok helyről kaptuk rajzot. Horváth Éva, az Arconic Albafehérvár marketing menedzsere hozzátette, remélik, hogy a pályázók közt lesz olyan is, aki a sportágak valamelyikéhez kedvet kap. A két csapat játékosai mellett a Patika Plusz gyógyszertárak képviselője értékelte a rajzokat. A külön díjakat Temesvári Márta marketingvezető adta át. A rajzpályázatra idén rengeteg pályam érkezett be, ezért nem három külön díjat hirdettünk ki, hanem négyet, hiszen nem tudtunk dönteni a gyönyörű alkotások közül. Nagy örömünkre szolgál, hogy az ország minden tájáról érkeztek pályaművek, így a négy fődíjas között három nem is fehérvári, de szerencsére el tudtak jönni. Az idei év különlegessége, hogy egy olajfestmény is bekerült a munkák közé, egy fiatal képzőművész, Sheila Dillon jóvoltából. Az egyedi esetet az albakosarasai egy dedikált pólóval díjazták. A 2024-es év sikerének köszönhetően várhatóan jövőre is meghirdetik a pályázatot.